Maier Mihály nyugalmazott püspök áldotta meg Kakas Dona felújított ravatalozó épületét. Az ünnepélyes átadó alkalmával a térség országgyűlési képviselője Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár hangsúlyozta, hogy egy település temetője sokat elárul a múlthoz való kötődéséről. A község Magyar Falu programon elnyert pályázati forrásból valósította meg a projektet. Két projektet tudtunk átadni, az egyik a kakasdi ravatalozó felújítása kívül és belül, ennek korszerűsítése. Ez egy magyar falus pályázatból tudtuk megvalósítani, és az összköltsége körülbelül 30 millió forintos beruházást jelent, annak a megvalósítását. Hát nyilván a ravatalozó és a temető területe az, ami minden kakasdi lakost érint. Nagy volt az igény arra, hiszen már egy elég leromlott állapotú épületről volt szó. Ebből a forrásból többek között a nyílászárók cseréje, a villamos hálózat korszerűsítése, külső és belső burkolat megújítása valósult meg, valamint napelemmel és klímával is felszerelték a megújult kakasdi ravatalozót. A temetőhöz vezető utca is felújításra került, arra egy másik forrás biztosított lehetőséget. Maga itt a Szabadság út és járda felújítás, az pedig BMS pályázatból valósult meg. Az volt a szerencsés helyzet, hogy ez a kettő területileg összekapcsolódik, és a pályázat elnyerését követően időben is össze tudtuk kapcsolni. Az előzőleg kátyukkal tűzdelt Szabadság utca felső szakaszának felújítására közel 24 millió forintot nyert el az önkormányzat. Az útszakasz ebből a forrásból egy aszfaltréteget kapott, a járda tekintetében pedig a betonlapokat térkővel helyettesítették, így a mozgás korlátozottak is könnyen megközelíthetik ezután a kakasdi temetőt.